Fújógép nélkül otthon is egy könnyen elvégezhető kísérlet következő. A két papírlapot összeillesztjük, és közéjük fújunk. Elvetileg azt várnánk, hogy a fújás következtében a két papírlap elválik egymástól, ezzel szemben látszott, hogy a két papírlap az egymás elé mozdult el, ugyanúgy az említett Bernoulli törvény miatt az áramlási sebesség megnőtt, azaz a papírlapok között a nyomás pecsökkent, és a nagyobb külső légnyomás összenyomta, összeszorította a két papírlapot. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Révai Miklós Gimnázium honlapján, engem Bognár Gergelynek hívnak, és mostani kísérletünkben egyszerű jelenségeken keresztül fogjuk megvizsgálni Bernoulli törvényét. A szükséges eszközeink egy félbehajtott papírlap, egy fölfüggesztett, fölcsítített papírlap, illetve egy olyan készülék, amellyel levegőt tudunk áramoltatni, levegőt tudunk fújni. Ezeket az egyszerű kísérleteket otthon is elvégezhetitek, és ha nincsen ilyen fújóberendezett készüléketek, akkor egész egyszerűen a lapokra fújva megismételhető maga a kísérlet. Nézzük a kísérleteinket. Először is a félbehajtott papírlapot az asztalra teszem, és látható az, hogy kicsit ezt megnyomva, ez bizony inkább szétcsúszik és szétesik, de semmiféleképpen sem fog a két lap összenyomódni, összemenni. Nézzük meg akkor, hogy mi történik akkor, hogyha a készülékünkkel belefújunk a két lap közé, és a két lap között levegőt kezdünk el áramoltatni. Látható nagyon szépen, hogy a két lap az összenyomódott egymáshoz préselődött. A jelenségnek az oka az említett Bernoulli törvény, amely szerint, hogyha az áramlási sebesség megnő, akkor a nyomás lecsökken. A két papírlap között megnőtt az áramlási sebesség, lecsökkent a nyomás, és a külső nyomás, ami ugye ezáltal nagyobb lett, az összenyomta, összeszorította ezt a két papírlapot. Nyugodtan, egyszerű ráfújással is elvégezhető ez a kísérlet, próbáljátok ki otthon. Szintén megfigyelhető ugyanaz a jelenség, két egymás mellé felfüggesztett papírlapnál, ugyanúgy, mint az előbb, a két papírlap közé fogok most befújni a fújógépünkkel, és megnézzük, hogy a két papírlappal mi történik. Látható, hogy a két papírlap elkezdett egymáshoz közeledni. Nagyon nagy már a légáramlat, hogy mindenfajta örvényes áramlás keletkezik, és emiatt, mint az ászló, elkezdett kicsit már lobogni a papírlap, de látható, hogy az elején két lap közelített egymás felé. A kísérleteket próbáljátok ki otthon is, és maradjatok velünk, mert Bernoulli törvényével kapcsolatban még izgalmas és érdekes kísérletek várnak rátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!